Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Nincs bérmegállapodás. Újra sztrájkolnak a buszvezetők Pécsen. A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ünnepi megemlékezést tartott a pécsi Fidesz-KDNP. Közelebb hozzák a ferencesek tanításait, közösségét. Megállapodást kötött a rend és az egyetem. Málenki robotprojekt nap Gerezslakon. Iskolások emlékeztek az elhurcoltakra. Nincs megállapodás, ezért kedden és szerdán sztrájkolnak a sofőrök Pécsen a Tükebusznál. Kevesebb helyi busz indul majd, így többet kell majd várni egyes járatokra. Vita már csak pár ezer forintról szól, de ebben nem akar engedni az önkormányzat. A többfordulós elhúzódó bérvitára figyelemmel, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, a társaság vezérigazgatója saját hatáskörben úgy döntött, hogy a Tükebusz ZRT-nél 2024. január 1-jére visszamenőleges hatállyal bér- és keresetfejlesztést hajt végre. Ez olvasható a pécsi tömegközlekedést bonyolító cég közleményében. Ebből kiderül, hogy 18,5%-os alapúra bért adnak a buszvezetőknek. A Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet azonban ragaszkodik a 20%-os igényükhöz, mondja az országos elnök. Három évtizedes pályafutásom alatt ilyen nem történt, hogy egy munkáltató zsarolási potenciáját feladja, és egy oldalon végrehajt egy követelésünkhöz közeli bérfejlesztést, mert ezzel nyitva adja azt a kérdést, hogy egész évben a szakszervezet nyomást gyakorolhat egy sztrájk vagy demonstráció bármivel, de főleg sztrájkkal a munkáltatóra. Ugyanis nem írják alá így sem a kollektív szerződést, ami rendelkezik a bér megállapodásról. Ragaszkodnak a 1,5%-hoz, amiért akár továbbra is sztrájkra is hajlandóak, mondja Dobi István. Az elnök szerint Pécs polgármestere megmakacsolta magát. A polgármester presztízs kérdést csinál ebből az egész bérharcunkból, illetve a kialakult helyzetből nem nagyon tudja megemészteni a korábbi kétnapos sztrájkot, és inkább bevállalja most kettő plusz négy napot. Itt alapvetően a munkavállalók fogják most eldönteni, hogy ők is esetleg azt mondják, hogy jó, akkor dakve, mi azért sem engedünk a 21-ből, és nem kell az a 1,5%. Hisz egyik Facebook kommentembe levezettem, hogy ez éves szinten 54 ezer forint, három évre előre tekintve, mert közel 200 ezer forintot vesz ki a zsebükből. Az elnök szerint ezzel azt kockáztatja a polgármester, hogy elhagyják a pécsi Tükebuszt a sofőrök, illetve a városlakók is megelégelik, hogy a munkabeszüntetések miatt még többet kell várni a járatokra. A Fidesz képviselője szerint teljesíthető lenne a bérkövetelés. Pétárfi Attila és a baloldali városvezetés hetek óta nem hajlandó engedni egy 400 forintos béremelés tekintetében, egy bruttó 400 forintos óra béremelés tekintetében a Tükebusz dolgozóinak, miközben van olyan ügyvéd, a polgármesterhez köthető baloldali ügyvédi körből, aki óránként 35 ezer forintot számláz a cégnek. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy egy méltatlan állapot, és az, hogy emiatt kerül veszélybe a pécsi buszközlekedés, az a jelenlegi városvezetés szégyene. A sztrájk törvény alapján az elégséges szolgáltatást biztosítani kell. Így kedden az 1884 járat helyett 1738 járatot indít a Tükebusz, szerdán pedig ugyancsak a munkabeszüntetés miatt az 1884 járatból 521 marad ki. Ezzel a menetrenddel teljesíti a kötelezettségét a cég. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a pécsi Fidesz-KDNP szervezésében február 25-én Patacson. Az ünnepi beszédeket követően a kegyelet kosztolóit helyezték el a kisgazda politikus, a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt, megkínzott Kovács Béla emlékházánál. Emlékezni, koszorúzni érkezett a pécsi Fidesz-KDNP. A kommunista diktatúra emléknapját tartották a Pécs melletti Patacson. Kovács Béla kisgazda politikus egykori agrárminiszter emlékházában mondott beszédet, Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője. Nekünk pécsieknek nagyon fontos küldetésünk, hogy a mai generációval megismertessük Kovács Bélát, és azt a pécsi hőst, aki valóban a pécsiek, a patacsiak hőse, aki egy olyan korban élt, hogy azzal válhatott hőssé, hogy egyenes gerincsel és következetesen kiállt egy külföldről finanszírozott elnyomó terrorrendszer ellen, aki felhívta a figyelmet a kommunista ideológia embertelenségével szemben,
Tudjuk azt, hogy a kommunisták vele statuáltak példát elsőként, teljesen jogellenesen hurcolták el 47. február 25-én a magyar parlamentből, és internálták a gulágra. Hoppál Péter országgyűlési képviselő beszédében többek között a kommunista diktatúra alatt elszenvedett ideológiai hibákról, a bűnösök hatalmi vágya miatt bekövetkezett tragédiáról beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy ma is nehéz helyzetben vagyunk a világban, hiszen a kommunizmus új szárnyat ragadott magára. Egyfajta új köntösben Nyugat-Európát meghódítani kívánja. Az ideológia káros, az ideológia sötét, az ideológia gyilkos. Életveszéllyel játszanak azok a társadalmak, ahol ez az új marxizmus ideológiája felüti a fejét. Sajnos azt látjuk, hogy divatossá válik Lenin szobrot állítani, divatossá válik pólókon piros csillagot hordani, mi pedig tudjuk, hogy 100 millió halálos áldozata volt világszerte a kommunizmusnak, mi tudjuk, hogy Magyarországon hány embert végeztek ki, mennyien voltak börtönben, és mennyit figyeltek meg a kádári diktatúra sötét évtizedeiben, és ezzel nyomorítottak meg családokat. Soha többé kommunizmust, soha többé baloldalt. Kovács Béla elhurcolásának évfordulója a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Magyarországon 2000. június 13-a óta. Ezt a napot jelölte ki és határozatba rögzítette a Magyar Köztársaság országgyűlése. A megemlékezés a kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget Kovács Béla szülőházának emléktáblájánál. Rövid híreink következnek. Péntek délután tartott a Fidesz Magyar Polgári Szövetség pécsi szervezete csoportgyűlését, melyen magas részvétel mellett elsöprő többséggel a szavazatok 95%-ával dr. Csizmadia Pétert, a Fidesz pécsi városházi frakció vezetőjét ajánlotta Pécs polgármester jelöltjének a Fidesz országos testületei felé. A Fidesz polgármester jelölési eljárásának megfelelően a pécsi csoport ajánlása abban az esetben emelkedik jogerőre, amennyiben azt a pártországos testülete a Fidesz országos választmánya is jóvá hagyja. Csizmadia Péter megtiszteltetésnek vette a nagy arányú támogatást, és a jelölést elfogadta. Egy férfi február 26-án 10 óra után pár perccel maszkola fején bement az egyik pécsi dohányboltba, majd kezében lőfegyvert vagy annak utánzatát tartva követelte a napi bevételt az eladótól. A rendőrség tájékoztatása szerint az eladó a kérésnek nem tett eleget, így a rabló üres kézzel menekült el. Az eset során nem sérült meg senki. A körülmények tisztázása, valamint a férfi felkutatása folyamatban van. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitány rablás kísérlete miatt nyomoz az ügyben. Amint arról pár napja beszámoltunk, egy maszkot viselő férfi kirabolta a Jurisics úton lévő patikát. A férfit azóta is üldözik a rendőrök. Együttműködési megállapodást kötött a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Pécsi Tudomány Egyetem, melynek alapvető célja az oktatási és a hallgatói szolgáltatások összehangolása. Az együttműködés értelmében a ferencesek oktatói feladatot vállalhatnak, valamint erősíthetik a rend közösségalkotó erejét a hallgatók között. Ez a kollégium Seraphicum épülete Pécsen. A ferences rend fenntartásában működik ez az intézmény. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány már a rendszerváltás óta fenntart itt egy egyetemi felsőoktatási kollégiumot, amelynek gyakorlatilag kizárólag a PTE hallgatói, a lakói. Így adta magát ez a helyzet, hogy keressük meg azokat a pontokat, hogy mi a közös metszete az egyetemnek, illetve a kollégiumoknak, ahol erősíteni tudjuk a kapcsolatot a hallgatók javára. Nyilván nekünk is vannak adottságaink, fontos számunkra az, hogy szakkollégiumként meg tudjuk erősíteni a hallgatókat. Ezért most együttműködési megállapodást kötöttek a felsőoktatási intézménnyel. A ferencesek már több évszázada jelen vannak Baranyában is, tudtuk meg az oktatási rektor helyettestől. A ferencesek, az Assisi Szent Ferenc alapítása 13. századtól jelen vannak, sőt, Pécsett is. Nem csak Magyarországon, Pécsett is. Nyilván a hódoltság korában azért picit visszaszorul a szerepük, bár missziókat akkor is tartanak. Az igazi fölvirágzás, ez nagyjából itt a 18. századtól következik be. Lássuk a ferences templomot, ami egyébként a középkori templom romjain épült föl. Nagyon fontos szerepet játszanak mind a mai napig. A ferences kollégium Seraphicumban orvostanhallgatók, az egészség
érettségügyi kar hallgatói laknak nagy számban, de más szakterületekről is érkeznek ide hallgatók. Nagyon szívesen választják hallgatóink ezt a kollégiumot. Szűk 100 férőhelyet biztosít, és hát azt lehet mondani, hogy teljesen PTS hallgatók töltik meg. És hogy mit kaphatnak itt? Hát egy közösséget. Egy olyan közösséget, ami azt gondolom, hogy a mai értékkavalkáddal teli világunkba megpróbálja őket eligazítani. Befogadást, nyilvánvalóan a ferencesi szellem befogadását próbálják meg átadni. És hát aztán nyilván olyan hátteret próbálnak nyújtani az itt dolgozók, akár tudományos előadásokkal, itt a Ferenc estekre gondolok, amelyek a tudáshorizontjukat, ismerethálójukat bővítik. Ahol lelke van a helynek és helye a léleknek, ez jellemző a kollégiumi életre. Ez a közösségi együttlét bővülhet most olyan oktatási, tudományos tartalommal a megállapodás révén, ami az itt lakóknak és az egyetem többi hallgatójának is adhat többlettudást. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Gerezslakon is. A helyi általános iskola Málenyki Robot projektnapot tartott azért, hogy az iskolások már egészen fiatal korukban megismerkedhessenek a történelem ezen sötét korszakával. Az elhurcoltak akkori élettörténetét dolgozták fel a projektnapon, több tagiskolával együttműködve. Megtelt az ebédlő iskolásokkal, azonban most elsősorban nem ebédelni érkeztek. A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gerezslaki Német Nemzetiségi Tagiskolája tanulói színvonalas projektnapot tartottak a Málenyki Robot áldozataira emlékezve a múlt pénteken. Apa Celler András 8. osztályos tanuló már a tavalyi projektnapon is részt vett. Van tapasztalata, ezért most az emlékezés fontosságáról beszélt stábunknak. Újra át kell élünk a hagyományokat, ugyanis sok éven át erről nem lehetett beszélni. Fontosnak tartom azt is, hogy a fiatalabb generációt is informáljuk, és hogy megtudjuk annak idején, hogyan sikerült túlélniük a történelem ezen korszakának borzalmait. Én az előző évben találkoztam egy nénivel, aki most valószínűleg 101 éves. Humanné Trejc Henriett tanárnő, a projektnap szervezője elmondta, ezt a Málenyki Robot projektnapot azért hozták létre, hogy az iskolások egy átfogó képet kaphassanak arról, milyen volt régen az élet, mit kellett az elhurcoltaknak átélni. Az emléknapra való készülődés a történelem, népismeret és német órákon kezdődött. A gyerekek az elmélet után kezdték a kutatómunkát. A mai napon több iskolából is érkeztek vendégek. Zebegényből, a testvértelepülésünkről, a Pécsi Belvárosi Iskolából, a Pécsváradi Iskolából, valamint a gerezslaki 7. osztályosok is itt vannak. Gőzgombóc készítéssel kezdjük a programot, majd egy tudományos előadást tart dr. Márkus Beáta. Ezt követően diákjaink PPT előadást tartanak. Ehhez minden iskolának egy előadással kellett készülnie. Ezután játékos feladatok következnek. A tanulóknak saját batyut kell összeállítaniuk, azzal a gőzgombóccal, amit most készítenek. Ez lesz az ebéd is. A gerezslaki program után az iskolások útnak indultak Fazekasbodára, majd Pécsváradra. Fazekasbodán a Málenyki Robotot túlélő 101 éves idős asszonyt Ida Kettet idén is meglátogatták. Ezt a projektet a gerezslaki német önkormányzat támogatta, valamint az iskola tanárai. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelében arra kéri a híveket, tegyenek tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagybőjtben is. Így járuljanak hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához. Az élelmiszergyűjtés keretében március 3-ától 10-ig várják az adományokat a katolikus templomokban, az arra kijelölt helyeken. Egy 10 emeletes panelház földszinti szeméttárolójában keletkezett tűz vasárnap kora este Komlón, a Vértanúk utcában. A helyiségben lévő konténert egy lakó kezdte oltani, majd a komlói hivatásos tűzoltók kihúzták a szemetest a ház elé és eloltották. A tűz valószínűleg egy égő cigarettacsik miatt keletkezett, szerencsére a lángok másra nem terjedtek át, azonban az épület az 5. emelettől felfelé füsteltelítődött. A lépcsőház kiszellőzéséig 30 ember hagyta el az épületet, személyi sérülés nem történt. A kommunizmus áldozatainak emlékére könyvbemutatót tartottak a Tudásközpontban. A kiadvány a Málenyki Robot áldozatainak visszaemlékezésén keresztül enged betekintést az elhurcolás borzalmaiba. A rendezvény Schmidt Zoltán, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Pécsi irodavezetője nyitotta meg. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a Tudásközpontban február 23-án.
A Pécsi Csorba Győző Könyvtár és a helyi német kör egy közös rendezvény keretében mutatta be a Málenki robotot feldolgozó könyvet. A Palota Bozsoki Német Nemzetiség Egyesület és annak a kebelében működő bozsoki kórus tagjai, két amatőr kutató, a legjobb értelemben véve amatőr kutató, viselte a szívén, hogy összegyűjtse ezeket a történeteket, a bozsoki Málenki robotosok történeteit, visszaemlékezéseit, és lényegében az ő általuk elmondottaknak a szerkesztett változatát tartalmazza ez a kötet. Ha az ember belelapoz, először egy adatbázisra gondol. Nevek vannak, születési évszámok után egy hosszú szöveg. Aztán amikor elkezdjük olvasni, akkor derül ki, hogy ezek tulajdonképpen nagyon-nagyon eleven, nagyon-nagyon húsba vágó emberi sorsok. És hát igazán jó stílusban megírva, igazán tapintatosan és igazán szépen tálalva az olvasó számára. A rendezvényen több előadást is meghallgathatott a közönség. Többek között Matkovics Krecce Leonóra, a Pécsi Németkör elnöke is a Baranya vármegyei német áldozatokról beszélt. Február 25-e a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, és a Tudásközpontban Erdő Zoltán történész szervezett egy olyan programot, ahol a német áldozatokról emlékezhetünk meg, egy most született könyvformájában, kiállítással és előadással. A könyvbemutató mellett egy kisebb kiállítás várta az érdeklődőket. A régió híreivel folytatjuk. 10. alkalommal szervezett civil véradást a Dunamenti Polgári Egyesület Szekszárdon. A programsorozatban évről évre egyre többen vesznek részt. A héten két alkalommal, hétfőn és pénteken tartottak civil véradást Szekszárdon. Berta Zoltán kiemelte, a véradással embertársaink életét mentetjük meg. Tudni kell, hogy a vér semmivel sem pótolható. Ez a mi adottságunk, ezzel tudunk mi másokat segíteni, ez más úton, módon elő nem állítható. Ezért is fontos az, hogy folyamatosan propagáljuk azokat, akik még adhatnak koruknál, egészségi állapotuknál fogva, azokat próbáljuk meg elérni, buzdítani arra, hogy ők is csatlakozzanak a véradók népes táborához. Az elnök úgy látja, a vállalkozó kedvűek mindkét napon szép számmal jelentek meg. Ami nagyon nagy öröm számomra, hogy hétfőn is nagyon sok fiatalt láttam, egyik szakközépiskolából 18. évüket betöltöttek, nagy számban érkeztek, de ma is látok fiatalokat. Fontos, hogy minél több első véradó legyen, tehát már a fiatalokat is bevonjuk ebbe, hiszen majd utána belőlük lesz az, aki évtizedeken keresztül jöhet és adhat vért. Hát mivel buzdítanám, tehát egy tűszúrást azt hiszem mindenki tud, hogy milyen, igazából egy véradás az körülbelül ennyivel jár. A résztvevők közül többeket is az motivál, hogy másokat megmentsem. Az első véremet az föl is használták, és meg is mentettek vele egy életet, szóval fájdalmas, amikor megbötnek, de alapból jó. Az eseményt civil szervezésben legközelebb ősszel tartják meg, azonban véradásra különböző intézményekben Tolna vármegyében minden héten lehetőség van. Üzletszerűen elkövetett csalás vétségében hozott ítéletet a Szekszárdi Járásbíróság. A vádlott összesen 133 az ország különböző pontján lakó sértettet ejtett tévedésbe, és összesen több mint 1 millió forint kárt okozott nekik. A fiatal férfi elsősorban műszaki cikkeket, számítógépes játékokat, valamint ruhaneműket és cipőket kínált eladásra úgy, hogy valójában ezekkel a termékekkel nem rendelkezett. A sértettek a vételárat, a szállítási költséget, illetve az előleget a vádlott által megadott számlaszámra előre utalták. De előfordult, hogy saját maga számára választott ki eladásra meghirdetett műszaki cikkeket különféle oldalakról, melyek vételárát az általa hirdetett termékekre jelentkező sértettekkel fizettette ki, ilyenkor a magának kiválasztott termék eladójának a számlaszámát adta meg a saját számlaszámaként, így a valótlanul meghirdetett termék vételárát arra utalták a megkárosítottak. Dr. Andódi Lászlóné képviselte a vádat az ügyészség részéről, a kirendelt védelmet pedig dr. Blatt Pál képviselte. Előbbi hivatkozva a 80 oldalas vádiratra, mely 133 rendbeli csalást tartalmaz, elmondta, hogy a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő visszaeső vádlott beismerő vallomása enyhítő körülménynek számít, illetve a hatóságokkal való együttműködése is, melyben mindkét fél egyetértett. Az ismert tényállás alapján hozott ítéletet a bíróság.
bűnös 133 rendbeli csalás vétségében. Ezért a bíróság halmazati büntetésű 2 év szabadságvesztésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház. A bíróság megállapítja, hogy vádlott a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlottal szemben 537.555 forint erejéig vagyonelkobzást rendel el. Az elkövető nem járult hozzá, hogy róla hang, illetve képi felvételt készítsünk. A magyarországi németek kitelepítése egy olyan történelmi esemény, ami mély nyomot hagyott a nemzetiség tagjain és a külső szemlélőkön is. Erről emlékezett meg a Satt György Népfőiskola rendezvénye a Müzsi Művelődési Házban. A film forgatását 15 évvel ezelőtt kezdték el, bármiféle külső támogatás nélkül. A cél már akkor is az volt, hogy ha bár a készítők maguk nem német nemzetiségűek, külső szemszögből mutassák be azokat, akik részesei voltak ennek a történelmi eseménynek. A Schwab keringőben beszélgetéseket láthatunk azokkal, akik megosztották történetüket a kitelepítésekről. A filmnek két célja volt, egyrészt ezt az eseményt, ami eléggé titkolt volt, nagyon sokáig Magyarországon. Ezt megismertessük, nem a német nemzetiségű emberekkel, hanem mindenkivel, tehát egy szélesebb réteggel. Mert mi a történelem tanulásunk során erről nem tanultunk. A Menschen in der Geschichte című kötet olyan személyek irataiból készült, akik megélték a németek kitelepítésének időszakát. Voltak, akik kifejezetten erről írtak, azonban voltak, akik a Málenki robotról meséltek, vagy családjuk története előtt tisztelektek. Egyfelől az volt a fontos, hogy ezeket rögzítsük. Ugyanis itt nagyon idős emberekről van szó, ugye, ha csak egy picit visszagondolunk, tehát ezek a 30-as, 40-es évek, tehát lassan 80-90 éves ember. Tehát, hogyha most nem kérdezzük meg, akkor ezt mi már nem tudjuk megkérdezni, és nem tudjuk, hogy hogyan éltek, mit éltek meg, ez nekik milyen érzés volt. Ezek mindenféleképpen szubjektív történetek, szubjektív szempontból elmesélve. Tehát az, hogy neki ez milyen trauma volt, fölkelni éjszaka, és utána menekülni kellett, ezt senki más nem fogja tudni elmondani, csak az, aki megélte. A program sorozat azonban még közel sem ért véget, hiszen az érdeklődőknek márciusban is kínálnak rendezvényeket. Igaz, merőben más történelmi eseményekről. Iradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Nincs bérmegállapodás. Újra sztrájkolnak a buszvezetők Pécsen. A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ünnepi megemlékezést tartott a pécsi Fidesz-KDNP. Közelebb hozzák a ferencesek tanításait, közösségét. Megállapodást kötött a rend és az egyetem. Málenki robotprojekt nap Gerezslakon. Iskolások emlékeztek az elhurcoltakra. Kedden az ország keleti felén van kilátás hosszabb, magas időszakokra, másutt a felhős időben elvétve kisebb eső, zápor kialakulhat. A középső tájakon több helyen feltámadhat a délkeleti szél. A reggel helyenként párás, ködös lesz, 2-9 fokra számíthatunk, majd délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!